Botrány. Lemondatná már Cseh Csalákó PSZD elnök Florin Kücu kormányfőt, miután kiderült, fiatalkorában lecsukták az Egyesült Államokban. Bűnügy, állítja Csalákó. Kihágás, mondja a miniszterelnök. Kormányprogram. Több éves településfejlesztési programot indít a kormány. Az egyik koalíciós partner szerint azonban csupán a polgármesterek lefizetése a cél. Augusztus 20. A Kárpát-medence minden szegletéből kerékpárral tekernek Budapestre küldöttségek otthonról haza. Sepsiszentgyörgyről 30-an indultak el, hogy Szent István napján a magyar fővárosba érkezzenek. Köszöntöm Önöket a híradóban! Újabb településfejlesztési programot indít a kormány. A 6 évig tartó országos program lebonyolításáról szóló a Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett sürgősségi rendelet tervezetét első olvasatban tárgyalta a Kücu kabinet. 50 milliárd lejt különített el a Fejlesztési Minisztérium a helyi úthálózat, víz, szennyvíz és gázhálózat kiépítésére és korszerűsítésére. A vonatkozó tervezetet első olvasatban tárgyalta a kormány. Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint a programra azért van szükség, mert Romániában a megyei utak 57%-a, a községi utak 80%-a korszerűsítésre szorul. A települések 29%-a nem rendelkezik vízhálózattal, és 57%-ukban szennyvízhálózatra van szükség, és nem utolsó sorban a települések több mint kétharmadában nincs kiépítve a gázhálózat. Fejlesztési helyi fejlesztési programról Angel Salini neves építésről elnevezett programról, országos programról beszélünk, melynek három fő komponense lenne: a víz és szennyvíz hálózatok további kiépítése, bővítése, az úthálózat rendbetétele, modernizációja, helyi utak, megyei utak, községi utak, illetve a gázhálózathoz való csatlakozása a településeknek. A program azonban nem nyerte el az egyik koalíciós partner, az Uszéré Plusz tetszését. Krisztina Prunő, Uszér és képviselőházi alelnök szerint a program gyakorlatilag a korábbi PSZD-s modellt követi, és nem a fejlődést szolgálja, hanem inkább a polgármesterek megvesztegetéséről szól. Florin Kücu miniszterelnök szerint szó sem lehet erről. Ez nem ugyanaz a program. Jó lett volna, ha az, aki kommentálja ezt a programot, el is olvasta volna. A programból kivettük a sporttermeket és más olyan létesítményeket is, amelyek szerintem nem szolgálták a fejlődést. Az alaptényezők maradtak, amelyeket minden romániainak akarunk. Csatornahálózat, vízhálózat és aszfaltozás. Ennyi, semmi más. A településfejlesztési program kivitelezésére egyébként 6 évet szán a kormány. Mácsel Csalákó PSZD elnök szerint Klaus Johannis államfőnek sürgősen fel kell szólítani a lemondásra Florin Kücu miniszterelnököt. A kormányfő ugyanis tegnap elismerte, hogy 20 évvel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államokban 2 napot fogdában töltött és megbírságolták ittas vezetés miatt. Itt látható a 20 évvel ezelőtti per leírása, amelyben az amerikai bíróság egy 2000. december 3-án történt incidens kapcsán hozott ítéletet. Ekkor az Amerikában egyetemi hallgatóként tartózkodó Florin Kücut Iowa államban ittas vezetésen értek tetten. 2001. január 8-án írásban ártatlannak vallotta magát a törvényszéken, majd miután egy nappal később egy másik bíró vette át az ügyet, február 26-án Kücu már bűnösnek vallotta magát. Március 26-án hirdették ki az ítéletet, 2 nap börtön és összesen 1000 dollár pénzbírság és más költségek. Húsz évvel ezelőtt alkoholos befolyásoltság alatti vezetésről volt szó. Kifizettem a bírságot, egy nagyon magas bírságot. Kihágásnak minősült a tett. Elkövettem egy hibát 20 évvel ezelőtt. Érdekes, hogy 4 választási forduló alatt a PSZD ellen nem került elő ez az információ, és most a PNL belső választásán előkerül. A PSZD viszont azonnal megragadta az alkalmat, hogy a kormányfő lemondatását kérje. Mácsel Csalákó szociáldemokrata elnök egy Facebook bejegyzésben arra hivatkozott, hogy a törvény tiltja a büntetett előéletű személyek miniszteri kinevezését. Arról a törvényről beszélünk, elnök úr és Kücu úr, amely másokat is megakadályozott abban, hogy bársonyszéket kaphassanak a Viktória palotában. A románok politikai érettséget várnak el a vezetőiktől, nem a váut, a sokkolót, és nem egy megkésett kamasz magyarázkodásait, írta Csalákó. Az ügy kapcsán egyébként a kormányfő azt mondta, az eset nem bűncselekménynek, csupán kiágásnak minősült, és Romániában is fizetett már bírságokat közlekedési kiágások miatt. Tűzijáték lerakat robbant fel szerda este a Brassó megyei Zernyesten. A lerakatban közel 600 kg-nyi tűzveszélyes anyagot tároltak.
A robbanófejek egymás után kaptak lángra, így percekig tartó szándék nélküli tűzijátékot vehettek videóra a szemtanúk, míg valamennyi sorra felrobbant. A lángok több emeletnyi magasságba csaptak, sűrű fekete füst borította be a környéket. A robbanás következtében egy ember meghalt, két szemét pedig kórházba szállítottak füstmérgezéssel. A helyiekben pánikot keltett a baleset, mivel a tűzérségi lőszert is gyártó zernyesti fegyvergyár közelében történt, ám szerencsére sikerült elszigetelni a tüzet. A robbanás oka egyelőre ismeretlen. A koronavírus járvány negyedik hullámának kezdetén európai viszonylatban Romániában áll a legmagasabban az úgynevezett normalitás index, amely azt mutatja, milyen mértékben tért vissza az élet a járvány előtti megszokott kerékvágásba, derül ki a brit The Economist taklap által közölt adatokból, amelyet a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem kutatócsoportjának felmérésébe is beemeltek. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi magyar intézetének kutatói másfél éve a koronavírus járvány kezdete óta figyelik a COVID romániai gazdaságra kifejtett hatásait. A naponta frissített adatokat és előrejelzéseket interaktív infografikák segítségével jelenítik meg az econ.ubebeklus.ro honlapon. A kutatás kis részeként vették át a brit The Economist szaklap által közölt úgynevezett normalitáshoz való visszatérési indexet, ami nagy port kavart a hazai médiában, mondja híradónknak Nagy Bálint Zsolt, egyetemi docens. Sokan hazugságnak vélik az adatokat az itteni rossz helyzettel érvelve. Tény, hogy a brit mutatórendszer nem tökéletes, szubjektív, azonban fontos dolgokra világít rá. Ez azt mutatja, hogy ugye részben amiatt is, hogy a román gazdasági növekedésnek elég jók a kilátásai az idei évre, tehát a tavalyi visszaesés után, amely nem is volt olyan nagy visszaesés, mint amennyit kezdetben vártunk, de ahhoz képest is nagyon erőteljes visszatérésnek nézünk elébe gazdasági szinten is. Másrészt a lakosság mobilitásának megugrása azt jelzi, a román társadalom nem kedveli a bezárkózást, igyekszik minél inkább mobilis maradni, mielőbb visszatérni a mobilitáshoz. A mutató kiszámításánál több tényezőt vesznek figyelembe, például a forgalom mértékét, a lakáson kívül töltött időt vagy a mozik bevételeit. A legfrissebb adatok alapján az Európai Unió szintjén Romániában a legmagasabb 85,4%-os a normalitás index. A második helyen Ausztria áll 80,6, a harmadikon Magyarország 79,9%-kal. Világviszonylatban Hongkong vezet 101,3%-kal, Románia 85,4%-kal a második, Nigéria 85%-kal a harmadik. Augusztus 13-ától, vagyis péntektől kizárólag a QR kóddal ellátott uniós digitális COVID igazolvánnyal lehet átkelni az Európai Uniós országok határain, közölte tegnap az országos oltási platform. Az igazolványt július 1-én vezették be, de 6 hétig még a régi oltási igazolványokat is elfogadták. A tájékoztatásban hangsúlyozzák, a digitális COVID igazolvány nem úti okmány, nélküle is átléphetők az ország határok. Ez esetben azonban az utazónak be kell tartania az illetékes állam karantén szabályait. Kijelölték a Sepsiszentgyörgyi terelőút megépítésére kiírt versenytárgyalás nyertesét. A mintegy 300 millió lejes projekt megvalósítása várhatóan jövő év elején kezdődik. Kihirdették a nyertest a Sepsiszentgyörgyöt elkerülő út megépítésre kiírt versenytárgyaláson, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A tervezett út kikerüli Szotyort, Kijént és Sepsiszentgyörgyöt, és a város Csíkszereda felüli kijárata a Sepsi Aréna után csatlakozik a jelenlegi országútba. Elekes Róbert, a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság szóvivője elmondta, a 12 kilométeres terelőút szép mező környékén halad majd, és négy nagyobb útkereszteződést foglal majd magába. A legbonyolultabb munkálat valószínű az a több mint 500 méteres híd lesz, ami ugyancsak fent Sepsiszentgyörgy északi részén, ott valahol a Szentgyörgyi Sportaréna háta mögött lesz egy nagy híd, ami egyszerre fog áthaladni a vasút, illetve az Olt folyó fölött. Hozzátette, a telkek kisajátításakor figyelembe vették, hogy az egyelőre kétsávosra tervezett utat később négysávosra bővítenék.
Az Európai Uniós forrásból épülő terelőút célja, hogy csökkentsék a Sepsiszentgyörgyön és a szomszédos IE-falván áthaladó gépkocsi forgalmat. Ezzel növeljék a közlekedés biztonságot ezeken a településeken, és mérséklődjön a légszennyezés. A tervezési határidő 5 hónap, a kivitelezési idő pedig 2 év. Kolozsváron évek óta bölcsőde hiány van. A nyári beiratkozásnál egy helyre körülbelül 3-4-szeres túljelentkezés volt. A járványügyi korlátozások miatt közel 1000 gyereknek nem jutott hely az állami intézményekben. A szülők abban reménykednek, hogy szeptembertől teljes létszámmal működhetnek az intézmények. Évek óta égető probléma Kolozsváron az állami bölcsődei helyek hiánya. Ráadásul idén a járvány miatt a bölcsődék csupán 50%-os kapacitással működhettek. Ola Emese alpolgármester elmondta, reménykednek, hogy szeptembertől a bölcsődék is 100%-os kapacitással fogadhatnak gyerekeket, ezt a döntést azonban a kormány hozza meg. Normál körülmények között 1397 bölcsődei hely van a kolozsvári önkormányzat által működtetett intézményekben, ez azonban még így is nagyon kevés az 1700 kisgyermek számára. Sajnos csak közel 640 helyet tudtuk meghirdetni, ebből 57 magyar tagozaton, 7 helyszínen. Reményeink szerint szeptembertől változni fognak ezek a megszorítások, és meg tudjuk nyitni a többi helyszínen is a bölcsődei csoportokat. Pont így reméljük, hogy a Bunezia negyedben is meg tudjuk nyitni a magyar tagozatot. Hozzátette, az önkormányzat évek óta arra törekszik, hogy növelje a bölcsődei helyek számát. A Monostor negyedi bölcsődének a bővítését évvégéig például befejezik, ide újabb 90 gyerek iratkozhat be. Sok édesanyja azonban arról panaszkodik, az önkormányzat elsősorban a kolozsváriakat és a több gyerekes családokat részesítik előnyben az iratkozásnál, miközben a metropolis övezetben nincs mindenhol bölcsőde, vagy egyáltalán nincs magyar tagozat. Keresztes Erika a 3 gyerekes édesanyja, tűzgyökeres kolozsvári. Kisfia ennek ellenére sem jutott bölcsődei helyhez. Kisfiam 20 pontot gyűjtött össze, úgyhogy kérvényeztem, hogy még az idén visszamenjek dolgozni, és valóban kolozsvári lakcímem van, a férjemnek viszont csak ideiglenes lakcíme van, úgyhogy itt veszítettünk pontot. És Balázs kapott a 2 nővére után is 2-2 pontot, de úgy látszik, hogy nem volt elég. Ő azért szerencsés, mert Kolozsváron lakik a gyerekek nagymamája, de azok a családok, ahol a nagyszülők távol vannak, csak dadussal vagy magánbölcsödébe való beiratkozással tudják megoldani a gyerekeik felügyeletét. A magánbölcsödék azonban 1000-1500 lejbe kerülnek havonta, a dadusokért pedig akár ennél jóval többet kell fizetni. Kolozsvár önkormányzata tavaly elfogadta a daduspótlék igénylésére vonatkozó határozatot, amely révén 250 és 710 lej közötti támogatást nyújtanak a legfeljebb 3500 lejes havi bevétellel rendelkező családoknak. Azonban a dadust kötelezően törvényes keretek között kell alkalmazni. Lezárult a nyári egyetemi felvételi, ami a legnépszerűbb szakokat illeti, nem történt változás a korábbi évekhez képest. A Bábesbolyain és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen is túljelentkezés volt bizonyos szakokon, ennek ellenére maradtak még tandíjmentes helyek az őszi felvételi időszakra is. Több mint 13 ezer új hallgató választotta a BBT-et a nyári felvételi időszakot követően. Magyar tagozaton több mint 1100 helyre alapképzéses és 550 mesteri szakos helyen hirdetett felvételit. A 2020-2021-es tanévben 10%-kal nőtt a hallgatók száma az online beiratkozásnak és vizsgamentes felvételinek köszönhetően. Idén újra szerveztek felvételi vizsgát, de ez nem tántorított el a hallgatókat attól, hogy ezekre a szakokra is jelentkezzenek. Tájékoztatott dr. Sós Anna, magyar tagozatért felelős rektor helyettes. A trend az alapvetően megőrződött, hisz minden olyan szak, ami úgy kezdődik, hogy digitális vagy informatika, az igen-igen népszerű volt, de a pszichológia, a gyógypedagógia, és nem meglepetésünkre, hisz előző évben is így volt, a japán, koreai és kínai, mint idegen nyelv a népszerű szakok közé tartozott. A BBT-e az őszi felvételit szeptember 6 és 15-e között hirdeti meg. Vannak olyan szakok, ahol nem csak a tandíjmentes, hanem a tandíj köteles helyeket is elfoglalták a diákok, de ez nem jelenti azt, hogy nem maradtak egyáltalán helyek azon hallgatók számára, akik ebben az időszakban felvételiznének.
A Sapientia EMTE Négyvárosban hirdetett felvételit a nyári szesszióban. Alapképzésen szinte több mint 1100 helyen, mesterképzésen pedig közel 300 helyen. Nagyon sikeres szakunk volt az idén is tulajdonképpen a marosvásári informatikai szak, több mint ötszörös jelentkezés volt, ugyanilyen sikeres volt a filmszakunk, a jogszakunk, a tájépítész kertész szakjaink, vagy Csíkszeredában kommunikáció, PR szakok, illetőleg bizonyos mérnöki szakok. Hozzátettem, ezeket a szakokat leszámítva mind a négy városban hirdetnek meg szeptember 1 és 9-e között őszi felvételit, de jellemzően csak tandíj köteles helyek maradtak. Ennek ellenére a felvételire készülőknek dr. Tonk Márton azt tanácsolja, az egyetem honlapján tájékozódjanak arról, hogy hol maradtak tandíjmentes helyek. 30 kerékpáros indult útnak Sepsiszentgyörgyről az Otthonról Haza program keretében, hogy 800 kilométer megtétele után augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére Budapestre érkezzenek. A Sepsiszentgyörgyi önkormányzat tegnap délelőtt közösségi eseménnyel indította útnak a biciklis csapatot. Az Otthonról Haza anyaországi program keretében a Kárpát-medence minden szegletéből több napos vándortúrákat indítanak Budapestre a kerékpáros csapatok augusztus 20-án, az államalapítás és Szent István király ünnepén érkeznek meg a fővárosba. Sepsiszentgyörgyről 30 regisztrált kerékpáros indult az anyaországba, több erdélyi város érintésével. A kerékpár túrának az egyik fő üzenete, hogy lehetnek határok, de mi továbbra is összetartozunk. És ez nagyon-nagyon fontos üzenet a határainkon túlélő külhoni magyarok felé is, hiszen azt üzenjük, hogy számíthatnak Magyarországra, a magyarországi magyarokra. De nagyon fontos üzenet a magyarországi magyarok felé is, hiszen azt üzeni, hogy nagyon komoly erőforrások rendelkeznek a szomszéd országokban, és a magyarországi magyarok is a szomszéd országokkal való kapcsolatokban, gazdasági és kulturális kapcsolatokban nagyon-nagyon erőteljesen számíthatnak a határainkon túlélő magyarokra is. A Sepsiszentgyörgyi önkormányzat közösségi eseménnyel indította útnak a biciklis csapatot, és több egészségmegőrző mozgásprogramot szervezett. Ugyanakkor egy villámcsődületet is tartottak az augusztus 20-án bemutatásra kerülő István a király székelyföldi nagy produkcióból. Azt érezzük, hogy 2004. december 5 óta hatalmas utat tett meg, járt be a magyar nemzet, és az, hogy ma itt együtt lehettünk, az, hogy ezek a fiatalok biciklivel el fognak jutni Budapestre augusztus 20-án, ez egy nagyon fontos pillanat a magyar nemzetnek, és mi azt akartuk, hogy vigyenek egy kis hangulatot el innen Székelyföld ezen csücskéből is Budapestre. A kerékpárosokat lelkes sepsiszentgyörgyiek a város, illetve a megye határig kísérték. A főtére kihelyezett tandem kerékpáron pedig augusztus 20-áig a sepsiszentgyörgyiek szimbolikusan letekerhetik azt a 800 kilométert, amennyi a Budapestre tartó út hossza. A Cannes-i filmfesztivált is megjárt Moldovai Katalina Gyergyói medencében forgatja több helyszínen legújabb Teljes napfogyatkozás című filmjét. A forgatások nagy része a Salamon Ernő gimnáziumban zajlik, a forgatásra a statiszták jelentkezését is várják. Nagy játékfilm készül a Gyergyói medencében, Moldvai Katalin rendezésében. A rendező 2019-ben készült, Ahogy eddig című filmjét a Cannes-i filmfesztiválon is bemutatták. A Teljes napfogyatkozás munkacímmel készülő filmet több helyszínen forgatják a Gyergyói medencében, és ehhez gyergyói statiszták részvételét is várják. A forgatások nagy része a Salamon Ernő gimnáziumban zajlik. A filmnek a főszereplője egy magyar tanárnő, egy nagyon jó magyar tanárnő, akit az egyik apuka feljelent, és akkor ezt a feljelentés kapcsán elindul egy ilyen abszurd ugye az iskolában. És ennyi, aminek következtében tanárnőt eltanácsolják az iskolából, és ez röviden a története a filmnek. Közben meg kialakul egy nagyon jó kapcsolata, egy nagyon jó viszonya az egyik diákjával, aki a film folyamán meg fog halni. A történet hétköznapi. Tanárdiák, tanárszülő viszony az alapja. Egy kisvárosi irodalom tanárnőről szól, aki a két francia költő Rimbaud és Verlaine közti homoszexuális kapcsolatot bemutató klasszikus filmet ajánlja diákjainak, és ezzel magára zúdítja
szülők és a vezetőség haragját. Az egyik főszerepet alakító Sándor Soma Salgótarjánból érkezett a forgatásra. Én Viktort játszom, egy 17 éves gimnazista srác, eléggé visszahúzódó, nehezen kommunikál a közegével. Az anyukája meghalt 4 éve, és hát az apukájával nem egy kellemes viszonya van. A film a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjából nyert támogatást, amely első nagy játékfilmes projektek támogatásával foglalkozik. Tokiói mérleg, sporttal folytatjuk. A tokiói olimpián Románia mindössze 4 érmet szerzett, ugyanannyit, mint Rióban. Novák Eduard sportminiszter szerint az eredmény várható volt, tekintve, hogy az utóbbi 4 évben kormányzati szinten semmit nem tettek a sportért. Legalább megállítottuk a hanyatlást, értékelt Mihály Kováliu, a Román Olimpiai és Sportbizottság elnöke. 8 érmet szerettek volna. A technikai bizottság 4-6 érmet látott elérhetőnek, ebből 4 valósult meg, mondta Mihály Kováliu, a Román Olimpiai és Sportbizottság elnöke Románia tokiói szerepléséről. Hozzátette, vannak olyan szövetségek, amelyek mélyen alul teljesítettek, és ezt bizony meg fogják érezni. Până pe 15 septembrie Federațiile Sportive Naționale. Szeptember 15-ig minden sportszövetségnek jelentést kell készítenie az olimpiai részvételről. Magunk részéről mi is értékelünk. Majd egy sajtótájékoztató keretében elmondjuk a következtetéseinket, hogy milyen intézkedésekre van szükség és hogyan tudjuk folytatni. Novák Károly Eduard ifjúsági és sportminiszter 11 olyan problémát nevezett meg kedden, amelyekre választ kell adnia az új román sportstratégiának. A tárcavezető egy Facebook bejegyzésben értékelte a román sportolók idei olimpiai szereplését. Azért számítottunk erre a teljesítményre, mert 2016-tól az olimpiai ciklus végéig semmi sem változott a román sport megszervezésében. Nincs világos irányvonal, nincs egy felvállalt stratégia. A miniszter szerint többek között hiányos a szakembergárda felkészültsége, nincs megfelelő tervezés, az edzők továbbképzése kívánnivalót hagy maga után, ráadásul a szakemberek bérezése nem teljesítményarányos. Nem létezik sportstratégia, az infrastruktúra pedig nem felel meg a korszerű elvárásoknak. A miniszter szerint az általa előkészített új sportstratégia ad majd választ a problémákra, azonban gyakorlatba ültetéséhez időre lesz szükség. Ez volt már a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.